Német Sándor, fedőneve Elizeus. Nyitott kérdés maradt az, hogyan szervezhette meg Német Sándor Talér János diszidálását. Olvassuk el újra Talér János mondatát, melyben Németh Sándort idézi, Sándor azzal a hírrel várt, hogy megvan szervezve, hogy elhagyjuk az országot, ilyet az ember nem felejt el és nem talál ki. 1981-ben vagyunk, a pártállami Magyarországon. A Belügyminisztérium harmadik-harmadikas csoport főnöksége megfigyelés alatt tartotta az egyházakat, különösen a törvényen kívüli vallási csoportokat. Német Sándort és a Buda őrsi csoportot megfigyelték nem adtak nyugati útlevelet annak, akit megfigyeltek. Talér János beszámolt a Görbisz Tamásnak adott interjújában arról, hogy a híd gyülekezetét zaklatta az üldözés gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy gimnazista lány megtért Buda őrsön, akinek szülei az orosz nagykövetségen dolgoztak. Ő boldogan bizonyságot tett nekik, azok pedig ránk kuszították a rendőrséget meg a KGB embereit házkutatásokat tartottak, beidéztek bennünket, és persze fenyegettek, elvisznek Szibéliába, Talér János angliai menekül státuszát is annak köszönhettek, hogy az Amnes International nevű emberi jogi szervezet aktivistája korábban a budapesti angol nagykövetségen dolgozott és innen ismertett Talér János ügyét. Tudta, hogy a rendőrség kihallgatott, házkutatás volt, egy keresztény csoport tagja vagyok, hogy a ház tulajdonosai voltunk, ha az akkori angol nagykövetség munkatársa tudta, akkor a BM harmadik harmadikas csoport főnöksége is tudta. Ha pedig tudta, hogyan kaphatott Talér János és felesége útlevelet Angliába, a kérdések kérdése pedig az, mit érthetett Német Sándor azon, hogy a disszidálás meg van szervezve. Hogy an meg bármit a megfigyelés alatt tartott Német Sándor. Német Sándor Talér János kérésére vagy az akarata ellenére szervezett meg bármit. Talér Jánosnak segített a távozásban vagy elüldözte az országból. Talér János szerint Német Sándor felszólítására költöztek ki saját házukból, a Buda ősi házból, ahova befogadták Német Sándort és családját. Hasonló a Német Sándor vetette fel, hogy talán az lenne a megoldás, ha Talér János a családjával együtt elhagyná az országot. Ez 1981 májusában történt, amikor Talér János Eszterlánya, aki ma a brüsszeli British Privatesol vezető tanára, alig volt egy hónapos. Ekkor volt az is, hogy Német Sándor megkértett Talér Jánost és a feleségét, ne látogassák a saját házukban működő gyülekezet összejöveteleit, mert a tőlük jövő szellemi nyomás árt a gyülekezetnek, veszélyezteti a gyülekezet jólétét és növekedését. Talér Jánost és családját már annyira elszigetelték mindenkitől, hogy senki nem merte látogatni őket. Vác a kivételével, akinek nem lehetett könnyű, és nagyon hálásak is ezért aki talán nem véletlenül került fel szintén az ima kommandó listájára. Ebben a sötét helyzetben a disszidálás kivezető útnak tűnt Talér János és felesége számára is. Német Sándor elviselhetetlen légkört teremtett számukra, valósággal kiüldözte őket az országból. Ezért német unszolására 1981. május végén beadták az útlevél kérelmüket. A felesége Baján, Talér János Budapesten. A két útlevél egymástól függetlenül a nyár közepén megérkezett. Az útlevél megvolt, a Talér család azonban nem tudta magát elszállni a távozásra, ezután sem de német Sándor gondoskodott róla. November 15-e és 20-a között lehetett, amikor német Sándor magához hívta Tallér Jánost, s közölte vele, megvan szervezve, hogy elhagyják az országot. A bejelentés tulajdonképpen egy felszólítás volt, hogy most már távozzanak. A megszervezés azt jelentette, hogy német Sándor angliai keresztény hívőkkel megbeszélte, átviszik a hivatalos magyarországi dokumentumaikat a határon és valaki fogadja őket a londoni vasútállomáson. Talér János nyugodtan magával vihette volna a papírjait, ez nem volt megszervezés de német Sándor nem nyugodott, addig ügyködött, míg kész tények elé nem állított a pici gyerekekkel, terhes feleséggel a talér családot, és ki nem piszkálta őket az országból. Talér János a Görbic Tamásnak adott interjúban a megszervezésről ezt mondta, a londoni pályaudvaron várt bennünket az a szolgáló testvér, aki a papírjainkat kicsempészte. Nála töltöttük az első éjszakát furcsa körülménye között. Nem volt fűtés és rettenetesen hideg volt. Eszternek már az úton elkezdett fájni a füle és rettenetesen sírt, aztán Gábor is megfázott. Másnap tovább indultunk Birminghambe, ahol egy hetet töltöttünk, majd Szűcs és Vác Ágotta fogadtak be nagy szeretettel, amíg annyien meg nem születik. Anyagilag is rájuk voltunk utalva, a menekült kérelmüket elsőre elutasították. Mint Talér János felidézte, ennek oka az volt, hogy nem mondhattuk el nekik az igazságot, hogy azért jöttünk el, mert a Talér szellem miatt kirekesztettek a keresztények. Így a zaklatásról és üldözésről beszéltünk nekik egy tolmács segítségével, s közben nagyon kényelmetlenül éreztük magunkat. Az alátszat keletkezett, hogy gyáva keresztények lettünk, akik nem mernek kiállni amellett, amit prédikálnak, és amiben másokat is belerángattak, hanem összeroppantak és megfutamodtak. Még hosszú évekig hallgatni kényszerültünk, nem mondhattuk el senkinek a teljes igazságot. Így még keresztény barátaink és ismerőseink is ebben a hiszemben voltak. Csak az Úrnak öntettük a ki szívünket, a hatóságot elsőre nem is győzték meg, az elutasító határozat azon a napon érkezett meg, amikor annyi lányom megszületett. Köteleztek, hogy két héten belül hagyjuk el az országot, ráadásul lakmunk sem volt hol. Meg kellett kérnem az orvosokat, hogy Éva, hadd maradjon néhány napot még a kórházban, mert nincs hová mennünk. Ez volt az abszolút mélypont, ezután jött az Amnes Kinternation segítsége. Erre nem lehet azt mondani, hogy bármi nagyon meg lett volna szervezve, és német Sándor gondoskodott volna Angliában az általa elüldözött Talér Jánosról és a családjáról. Német Sándor egyszerűen kilökte a semmibe, a nagyvilágba Talér Jánost, és a világon semmit nem szervezett meg, hogy mi lesz vele. Az a tény, hogy a BM figyelmét elkerültett Talér János és a felesége útlevele, nyugatra távozása, megkérdőjelezi német Sándor paranoiás elméletét a harmadik harmadikas megfigyelése szigoráról. Ha olyan nagy megfigyelés alatt tartották őt és a gyülekezetét, hogy, hogy nem vették észre a szervezkedést, hogy Talér János és felesége külföldre távozását szervezi német Sándor. A kanadaiakkal is próbált megegyezni, de velük nem sikerült. Jellemző, hogy azt képzelte, csak a papírok határon való átjuttatását kell megszervezni, aztán Talér Jánossal lesz, ami lesz azzal, hogy elvette tőlük a magyarországi papírjaikat és átadta az angoloknak, hogy vigyék át a határon, Talér János kész helyzet elé állította, nem is tudtak volna maradni. A Talér szellem miatt megfélemlítette őket, és az Isten emberkezdetű hazugsággal maga alá ürtett Talér Jánost és feleségét. Ezért nem mertek nemet mondani neki. Talér János meg is lepődött, hogy kapott útlevelet. Reménykedett, hogy ez nem történhet meg. Amikor Sándor bejelentette, hogy minden megvan szervezve a disszídálásunkhoz, azt gondoltam, lehet, hogy mégis ez az úr akarata amikor beadtuk a kérelmünket, legnagyobb csodálkozásomra megkaptuk az útlevelet. Arra számítottam, a KGB-s incidens miatt nem adnak engedélyt a kiutazásra. Emlékszem, kicsit csalódott is voltam, amikor kezemben tartottam az útlevelet. Megértettem, hogy az úr megnyitotta ezt a lehetőséget előttünk. Egyfelől úgy nézett ki, a könnyebb megoldást választjuk, másfelől úgy látszott, ez volt a kimenekedés abból az űrzavaros állapotból, amibe kerültünk, kitaszítva, két pici gyerekkel, terhes feleséggel, a senki nyelv nyelvtudás nélkül, egy idegen országba. Emlékezzünk arra, nem sokkal korábban Német Sándor is családja volt hasonló helyzetben. Talér János őt a házába befogadta. Talér János Budapesten ekkor is normális körülmények között élt, nem szorult arra, hogy Német Sándor segítse. Még azután sem, hogy Német Sándor saját házából elüldözte. Nagy bajba akkor került, amikor Német még a disszidálását is megszervezte. Német Sándor találta ki, hogy távozzanak külföldre, ezután adták be az útlevél kérelmet, amit meglepetésükre a BM fogadott pedig még olyanokat sem engedtek nyugatra távozni, akiket nem tartott megfigyelés alatt a BM. Sokakban felmerült a kérdés, lehetette bármi köze német Sándornak ehhez, erre utaló nyom nincs. Német a kommunista állambiztonság áldozataként tünteti fel magát. A BM harmadik harmadikas csoport főnökségét ma is működő háttérhatalomnak mondja, és minden bokorban ügynököt lát, kivéve, ha azok neki dolgoznak. Ha német Sándor akár csak közvetve is igénybe vette volna a BM segítségét, hogy Talér János eltüntesse az országból, akkor olyan súlyos bűnt volna el, aminek nincs párja. Ha valaki megszervezte volna, hogy az ő érdekében talír János útlevelet kapjon a BM-től, ha erről tudott, ebbe beleegyezett, vagy ebben közreműködött volna, akkor Német Sándornak több közel lenne a harmadik harmadikhoz, mint nekem, akit leügynöközött, mert én nem intéztettem semmit a harmadik harmadikas csoport főnökséggel és a pártállami belügyminisztériummal. Ha Német Sándor a Szabadegyházak Tanácsánál érte volna el, hogy talír János útlevelet kapjon, az sem lenne jobb, mert az is a BM irányítása alá tartozott. Az útleveleket nem a Szabadegyházak Tanácsa, hanem a BM állította ki. De Talér János szerint ez lehetett véletlen figyelmetlenség. Nincs semmi bizonyíték arra, hogy német Sándornak bármi köze volt hozzá. A BM megfigyeléseit néha misztifikálták, de nem működött olyan tökéletesen a rendszer, hogy mindent észreved volna. Német Sándor tudta, hogy a Szabad Egyházak tanácsa, SZET, a BM irányítása alatt működik és a vezetői harmadik harmadikas beépített ügynökök. Ahogy 1985-ben is tudhatta ezt, amikor a Szaniszló Pál Fedő nevű ügynökel, Szakács József volt adventista lelkész el, a szett elnökével találkozott mint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának kutatója, megtaláltam a jelentést, amelyet Szaniszló Pál német Sándor látogatásáról írt. Az ABTLM 41918-11 számú ügynök feljegyzésében az áll, hogy német Sándor azért kereste meg a SZET elnökét, mert a hitegyháza néven önállósítani akarja az általa vezetett csoportot. Függetleníteni akarja magát Ungvári Sándoréktól. Német Sándor azt mondta, hogy megengedhetetlennek tartja, hogy olyan utat válaszol, mint Berecki Sándor, aki a pünkösdiek neve alatt végzi az önálló tevékenységét. Német Sándor ezzel a megjegyzésével finoman feljelentette Bereckit a BM harmadik harmadikas ügynökének, hogy csak álcának használja a pünkösdi gyülekezetet. Német Sándor arról tájékoztatta a BM Szaniszló Pál Fedő nevű ügynökét, hogy biztatást kapta Kiványi Tibortól is, aki felajánlotta a segítségét. Ez is bizalmas információ egy diktatúrában. Német Sándor azt mondta, hogy szeretnék felvenni a kapcsolatot a Szabad Egyházak tanácsával, ezzel egyben azt is mondta, hogy a BM ellenőrzése alá szeretné helyezni magát, de azt is állította, hogy csak a közösségük egy része támogatja ezt, másik része minden legális kezdeményezést ellenez. Német Sándor a gyülekezete egy részének háta mögött próbált egyezkedni a BM emberével és üzengetni, hogy bevinni a hit gyülekezetét az akolba, a felkínálkozásra Szaniszlópál Pál ügynök, a SZET elnöke azt mondta neki, hogy a siker érdekében óvakodjanak minden törvénytelenségtől, ne is próbálkozzanak különböző magánszemélyek nevére objektumot szerezni, mert kihatásai lehetnek. Javasolta, hogy minden nemű politikai tevékenységtől, még ezek látszatától is tartózkodjanak. Ezután még érdekesebben folytatódott az ügynöki jelentés. Az ügynök azt írta, német Sándori Iványi Gábor személyében testesítette meg a gondolatot, ami a politikai tevékenységre vonatkozott, jelezve azt, hogy ő és más személyek befolyásolni kívánják a csoportjukat. Magyarra fordítva, német Sándor kvázi feljelentette a harmadik harmadikas BM ügynöknél Iványi Gábor is. Ezzel azt mondta, hogy ő tartózkodna a politikai tevékenységtől, de Iványi Gábor megrontani készül, rossz irányba próbálja befolyásolni őt. A BM ügynök a fejezésében jelezte is ezt a feletteseinek, az információ eljutott a belső elhárítás vezetőihez. Német Sándor ezzel besúgta őt, hogy a kommunista magyar állam elismerje a gyülekezetét, amely azonban tartózkodott ettől, mert Német Sándor szektája szétszakította a családokat, német lelki uralom alá helyezte a tagokat. A feljegyzés úgy kezdődött, hogy 1985. március 5-én kereste fel Németh Sándor, egy magával vitt tanúval, Szanisz Lupál ügynököt az irodája félhomájában, méghozzá egy korábbi találkozás után ismét. Ez azt jelenti, hogy Németh Sándor bejárt a Szabad Egyházak tanácsa elnökéhez, a köztudottan harmadik második ilyas ügynökhöz, legalábbis nem először volt nála. Ahol azzal próbálkozott, hogy csatlakozzon az ellenséghez, bekerüljön a BM által felügyelt Szabad Egyházak közé. Ennek érdekében finoman fel is jelentette a kisegyházi lelkész akik segíteni próbáltak neki, és ez az ember ügynök az engem minden ok nélkül. Én soha nem jártam ügynököknél felnyomni másokat. Nem kell ahhoz paplászlónak lenni, hogy egy ilyen ügynöki feljegyzésből megállapítsuk, német Sándor kapcsolatba került a BM harmadik harmadikas ügyosztály emberével, akiről tudhatta, hogy kicsoda. Értékes információkat is adott neki. Nem úgy, mint ügynök, nem úgy, mint egy hálózati személy, hanem a harmadik harmadikas ügynöknek információt szolgáltató személy. Mindezt annak érdekében, hogy az ellenséges kommunista rendszer elismerje a gyülekezetét. Ez nem utal nagy ellenálló tevékenységre. Voltak olyanok, akik nem jártak be pár ügynökhöz. A német Szlazsánszki szerzőpáros, avagy Pap László, ennél sokkal kevesebb információból is komplett ügynök életrajzot állított elő rólam. A jegyzőkönyv szerint német Sándornak voltak belügyes kapcsolatai, akikről tudni lehetett, hogy nem lehetnének abban az állásban, ha nem lennének harmadik harmadikas ügynökök. Német Sándor maga is a harmadik harmadik első osztály célszemélye volt, és egy úgynevezett F-figyelő kartont vettek fel róla. Megfigyelt célszemélyeként Elizeus volt a karton fedőneve. Érdekes, hogy német Sándor a fedőnevével soha nem dicsekedett, talán nem is tud róla. Ha paplászló módszereivel dolgoznék, az F figyelő kartont úgy mutatnám be, mint egy ügynökkartont. kartont. Német Sándor nem ügynök volt, hanem megfigyelt célszemély. Megfigyelését pedig arra hivatkozva rendelték el, hogy engedély nélküli vallásos jellegű csoportosulást szervezés vezet. A hatása alá került személyeket negatív irányba befolyásolja. Vallásos érzületüket kihasználva lelki kényszer alatt tartja, ami igaz. Azt kell mondanunk, hogy az előző átkos rendszer belügyi szervei nem is voltak annyira ostobák. Ebből a leírásból minden szó igaz. Szlazsánszki Ferenc rólam úgy írta le, hogy harmadik harmadikas ügynök voltam, hogy még a lábát sem tette be az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába. A Czardifi futballtorna előtt egy napot töltöttem az állambiztonsági levéltár iratai között, de megtaláltam legalább egy harmadik harmadikas ügynököt, aki beépült a hit gyülekezetébe. Jellemző, hogy Német Sándor az igazi ügynököket nem kereste, pedig megtalálhatta volna. Csak azokat ügynök bizonyíték nélkül, akik elmenekültek a lelki terrorja elől a Skorpió fedőnevű nevű ügynök az alternatív zenekarokról adott jelentéseket, így került kapcsolatba Pajor Tamással és más zenészekkel. A híd gyülekezetében rajtuk keresztül jutott el, ahol megtért, s rendszeresen jelentett. A Skorpió Fedő nevű ügynök jelentései alapján készültek azok a beszámolók, amelyek szerint Német Sándor már 1984-ben is ugyanazt tettek, amit most. Egy beszámoló szerint Buda őrsön azt kiabálták, hogy uram, törd össze a rádiókat, uram, törd össze a televíziókat, uram, pusztítsd el a tisztátalanokat. Német Sándor már akkor is elpusztítani kérte azokat, akikért Jézus Krisztus az életét áldozta. A kommunista állambiztonság felelősen járt el, amikor ilyen szélsőséges szektának nem adott egyházi státuszt, s ebben igaza volt. Ha egy muszlim hitszónok összejövetelén ilyenek hangoznának el, akkor mely demokratikus országban lehetne a közössége bejegyzett egyház? Az Elizeus nevére kiállított dossziéban ez áll, tagjaik részére megtiltják az újságolvasást, hírközlő eszközök hallgatását, rábeszélik hivatásuk feladására őket, megbetegedés esetén nem vehetnek igénybe orvosi szolgáltatást. Valér János már régen Angliában volt, amikor a házában, amelyet az úr munkájára ajándékozott, egy sötét szekta működött, amely elzárta a hívőket a külvilágtól. Ha megtéretlen hitetlen is tudott a pártállam sajtójában a sorok között olvasni, miből gondolta német Sándor, hogy egy szent lélekkel betöltekezett ember nem tud. Ezért neki kell eltiltani a hívőket az újságolvasás káros hatásaitól. Az egyik jelentés szerint pedig a csoport tagjai német utasítására nem tartják a kapcsolatot a szüleikkel. A feltétel nélküli engedelmeség mellett megköveteli tőlük, hogy fizetésük 10%-át a szekta költségeinek fedezésére adják. A tagok lelki kényszer alatt vannak, a külvilággal minden kapcsolatot meg kell szakítaniuk, és teljes egészében elutasítják a szocialista életformát, a szocialista életformát leszámítva az állambiztonság átapintott a lényegre. Jól állapította meg német Sándor társadalomra veszélyes voltát, ami azóta is fennáll. A feltétlen engedelmesség és a lelki kényszer alkalmazása nem csak a szocialista életformát sértette, hanem a Bibliát is, a polgári jogokat és a demokratikus törvényeket is. Az Elizeus dossziéban található jegyzőkönyvek egy része arról számol be, hogy sok fiatal elhagyta a középiskolát, egyetemet, illetve a családját, kétségbe edve a szülőket, hogy mi lesz belőlük. Akkoriban a tanulmányok, az egyetem elhagyása is része volt a hites német Sándor féle megtéréseknek, aminek semmi köze nincs a Bibliához. A megetett belügyesek igyekeztek a fiatalokat meggyőzni arról, hogy ne tegyék tönkre az életüket, ezt Isten nem várja el tőlük. Menjenek vissza az iskolába, és elsimítják az ügyüket. Nehéz lett volna megállapítani, hogy ekkor ki állt a jó oldalon, a fiatalok életét romboló szektavezér vagy a diktatúra, a BM által irányított állambiztonság. Isten nem követeli azt, hogy a hívők feltétlen engedelmességet tanúsítsanak a pásztor iránt, mert a pásztor nem uralkodhat anyájon. Nem alkalmazhat lelki kényszert. Iskolai továbbtanulástól senkit nem tilthat el. Ezen ismérvek alapján német Sándor gyülekezete ma sem lehetne bevet egyház és az nem sérteni a vallás szabadságot. A vallás szabad gyakorlása nem jelenthet lelki terrort, mert ez durva visszaélés az emberek hitével. Amit német Sándor Talér Jánossal és a családjával tett, az is a lelki terror, a hittel való visszaélés, a megfélemlítés és a manipulálás rendkívül súlyos formája. Talér János erről azt mondja, valóban ez okozta azt a sok és rettenetes lelki és érzelmi gyötrelmet, amit én is átéltem amikor alávetettük magunkat az Úrnak és újjá születtünk, nem arra születtünk újját, hogy valaki is uralkodjon rajtunk, hanem élvezzük a vele való közösséget. Talér János szerint az elnyomás nem Istentől van, megtapasztaltuk a tőle kapott szabadságot, és felfedeztük, milyen kincsek vagyunk, ha ő az életét adta értünk. Megtapasztaltuk, hogy benne nincs semmi erőszak vagy kényszer. Megízleltük az ő jóságát, hogy ő valóban feltétel nélkül szeret minket. Van ránk ideje, türelmes, meg tud bennünket várni, mint a jó pásztor, aki sürgetés nélkül tudja terelni a legkisebb és leggyengébb bárányt is, megvédi a veszélytől és közben élvezi a társaságunkat, a velünk töltött időt. Ezt azért is írtam le, mert német Sándortól ilyen Isten iránti szeretetről szóló sorokat, az Isten jóságát bemutató szeretetet soha nem olvashat senki. Ő csak a harcról, az ellenségekről, a politikáról tud írni, de ilyen bensőséges kapcsolatról nem. Ezekből a mondatokból annak ismerete árad, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent, hanem az, hogy Isten szeret bennünket. Mi nem tudjuk szeretni az Istent, csak elfogadni az ő szeretetét. Nem nekünk kell erőlködni, bizonyítani, csak elfogadni az ő szeretetét. Akkor lesz bennünk szeretet, ha az ő szeretetét beengedjük a szívünkbe. Nekünk hagynunk kell, hogy szeresse minket. Ha megértjük, mennyire szeret bennünket, akkor leszünk teljesé benne, akkor leszünk teljesé a szeretetben. Ez a tudás árad abból, amit Talér János mond. Azért, mert Talér János ismeri az Istent, német Sándor pedig nem. Talér János, akit évtizedek óta átkoztat német Sándor a hit gyülekezetében, holott semmi rosszat nem tett soha ellene, még cikeket vagy könyvet sem írt róla, pedig megtehette volna. Isten szeretetének és jóságának ismerője valóban Isten embere. Ezt mondja, eszméletlen értékű kincset hordozunk, ami törékenyedényünkben, ha Istennek ilyen fontos volt a megváltásunk, mint mondja, ő valóban tudja, látja, hogy mi az ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve kezdettől fogva is ebben örvend, Talér János az Isten szabadságát hirdeti, miután megismerte a szolgaság igáját és megszabadult tőle. Német Sándor úgy nevezett szolgálatának egyetlen jó gyümölcse, hogy az általa megtaposott és agyon terrorizált emberek megértették az Isten szabadságának és szeretetének lényegét, az igazi szabadulás az, hogy belépjünk a balkolátlan szabadságba, és erre másokat is elvezessünk, hogy mi áldások vagyunk másoknak. Ez Isten ajándéka a világnak, mert ő úgy szerette és szereti a világot, hogy az egy szülött fiát adta érte. Mi pedig ő benne élünk és mozgunk. Rendkívül izgalmas és örömteli életet kaptunk már most arra, hogy megízesítsük az emberek életét, mint ahogy a só, ha valaki elolvassa ezeket a sorokat, megértheti, hogy német Sándor miért üldözte el, miért kellett átkozni évtizedeken át. Talér János ebből is Isten jóságát látja meg, amint említettem, törékenyek vagyunk, de éppen ez nyitotta meg számunkra a kaput arra, hogy Isten megálljon bennünket, most már a harmadik generációnát, kilenc unokánk van, ebből hét lány mind az öt gyermekünk magas végzettségű, sikeres ember, akik élvezik Isten áldását és ebben élnek, ennyit ér az imakommandó, ennyit érnek a képzeletbeli géppisztolyos angyalok. Szégyelheti magát mindenki, aki ebben a gyalázatos tevékenységben részt vett. De Talér János nem haragszik érte, ezt Isten a javára fordította. Például most olvashatnak a jelenlegi és volt hitesek egy kis Talér Jánost, ami a javukra válik. Van mit pótolniuk ami német Sándor tévedhetetlen profétai képességeit és messze földön híres szellemi érzékelését illeti, azt példázza egy 1987-ben készült jelentés, amely szerint Buda őrsön az hangzott el, hogy az antikrisztus előhírnökei a hamis proféták, ezek Marx, Engels, Lenin. Az antikrisztus a Szovjetunióban jelenik meg, 1987-ben német Sándor még a Szovjetunióból várta az antikrisztust. A Szovjetunió néhány évvel később megszűnt, de német Sándor azóta is proféta a jelentést készítő ügynököt Egri Attila, aki tíz évvel később már a hetek kiadójának első vezetője volt, vitte be a Buda őrsi házba. Egri Attilának fogalma sem volt arról, hogy 1987. Október 24-én egy harmadik harmadikas ügynököt terelget éppen a hit gyülekezetében. Ha német Sándor igazi proféta lenne, akkor 1987-ben azt kellett volna mondania, hogy három évvel később megszűnik a Szovjetunió, ezért nem jöhet a Szovjetunióból az Antikrisztus de a Skorpió nevű harmadik harmadikas ügynökre sem tehette volna rá a kezét, akinek még a Szentlélek keresztségéért is imádkozott. Német Sándor a talérszelemet megérezte, de egy harmadik harmadikas ügynökről nem érezte meg, hogy nem valódi megtérő. De ez fordítva is igaz, ha én valóban harmadik harmadikas ügynök lettem volna, ám Német Sándor ezt nyolc éven át nem vette isre, és a legbizalmasabb embereinek egyike lehettem, akkor neki semmiféle szellemi megérzése nincs de akkor sincs, ha hat év pereskedés után nem jelentette ki neki a Szentlélek, hogy nem volt ügynök, és fejezze be egyházvezető lelkész létére a rágalmazást. Ám ha szólt neki a Szentlélek, de a gyűlölet, az emberek megtévesztésének a fontosabb Isten szelleménél, akkor német Sándor nem Isten embere, hanem sarlatán. Német Sándor politikai ténykedésére jellemző információ is található egy napi jelentésben, a gyülekezete elnevezésű valási szekta vezetői megbeszélést tartottak a szabad kezdeményezések hálózatához tartozásukról. Értékelésük szerint előbb-vagyutóbb ki kell vonulniuk az SZKH-ból, mert a programjától radikálisnak tartják, ilyen programmal szerintük nem lehet a tömegeket megnyerni, német Sándor az antikommunizmust túl radikálisnak tartotta. Az egyenes beszéd, az F-szerűség nem tetszett neki, lágyabb énekre vágyott, amely nem ennyire radikálisan fordul szembe a kommunista diktatúrával. Az intézkedéshez az állambiztonságiak azt írták, hogy operatív úton elősegítik a szekta szk ból való kiválását, de ezek szerint Német Sándor volt az, aki beavatkozás nélkül és a szabad kezdeményezések hálózatából való kiválást fontolgatta. Nem kellett ehhez sem ultraliberalizmus, sem genderelmélet, sem abortusz, sem ügynökök. Csak politikai számítás, az is immorális és hibás. Ami legmeglepőbb, hogy az Elizeus dossziéből nem az látszik, hogy Német Sándor valami kiemelt célpontja lett volna az állambiztonságnak. Szó sincs róla, hogy bárkit kiképeztek volna ellene. Mezitlávas harmadik harmadikas ügynökök szédültek be a Buda őrsi házba, akik ifjúságvédelmi területen dolgoztak és az alternatív zenekarok környékéről jelentettek. A Skorpió fedőnevű nevű ügynök is ott értesült a Buda őrsi szektáról, így jutott el a hit gyülekezetébe. Megajándékozom most német Sándort azzal, hogy leleplezek számára egy igazi harmadik harmadikas ügynököt. A Skorpió fedőnevű volt harmadik harmadikas ügynök neve Pulai János Ottó, aki 1962-ben született, beszervezésekor targonca vezető volt, általános iskolai végzettséggel. Ezt Német Sándor kikérhette volna bármikor az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárából, de őt az igazi ügynökök nem érdeklik. Kiderülne, hogy Bástya elvtársat meg sem akarták ölni. Német Sándor cseppet sem volt egy fontos célszemély, ha egy piti targonca vezető jelentett róla. Sokat mondó, hogy 2019. decemberében Inkei Csaba kutató, állambiztonsági szakértő megjelentette kis egyházak, szekták, vallási közösségek és az állami, állambiztonsági szervek a jelentések tükrében című tanulmányát, amely teljesen feldolgozta a témát. Az állambiztonsági levéltárban ő sem talált több harmadik harmadikas ügynököt, aki német Sándort figyelte volna. A híd gyülekezete ünnepelte a tanulmány megjelenését, megfeledkezve arról, hogy német Sándor húsz éve ügynöközik, de a lábukat nem tették be az állambiztonság levéltárába, hogy meggyőződjenek bármiről. Az ünneplés mérsékelt volt azért is, mert ahhoz képest, amit német Sándor az üldöztetéséről előad, a valóság sokkal szerényebb képet mutat a tanulmányban. Nem beszélve arról, hogy Ikei Csaba minden részletre kiterjedő tanulmánya szót sem ejt a félelmetes harmadik harmadikas ügynökről, akit német Sándor tönkretételére képeztek ki, Bartus Lászlóról. Egyetlen szetli vagy utalás nincs arra, hogy a híd gyülekezetében már egész ügynök csoportot irányító Bartus László ügynök lett volna. Ez azt jelenti, hogy az új exodus erről szóló nagyszabású leleplezése az első szótól az utolsóig hazugság. Pedig angolra is lefordították, amitől nem lett igazabb. Talér János ez idő alatt keményen küzdött a talér szellem bélyege ellen és az életben maradásért idővel rendeződtek a körülményei, isteni csoda révén anyagilag is megerősödtek. Eközben Buda őrsön kitartóan üzték, kötözték, átkozták az úr munkájára ajándékozott házában. Az úr munkája az ő átkozásuk, is, volt, a talér szellem pedig rányomta a bélyegét a kapcsolataikra, féltünk, hogy bajt hozunk azokra az emberekre, akik befogadnak bennünket. Nem mertünk keresztényeket igazán közelengedni magunkhoz, mert féltünk, hogy megérzik rajtunk a nyomást és csalódnak a barátságunkban. Nettán kezdődik előről az egész tortúra. Felkerestünk néhány elismert szolgáló testvért, hogy beszéljünk velük a problémánkról és szabadulást kérjünk, de senki nem értette, mit akarunk. Ilyen pár beszédek hangzottak el, jól vagytok, jól, depresszió támad, nem. Betegség, bűn, függőség van az életetekben, nincs. Házasságrendben, igen. Gyerekek, szépek, egészségesek, okosak. Anyagi nehézségek, bővölködünk minden mérték felett. Barátok, hívő testvérek, sok remek kapcsolatunk van. Gyülekezet, jól érezzük ott magunkat, szeretnek, tisztelnek, megbecsülnek. Hát akkor mit akartok? Eleinte arra gyanakodtak, hogy ezek a testvérek nem elég mélyek. Miután azonban mindenki, még világi szomszédjaikat is beleértve kifejezte, hogy mennyire élvezi a társaságukat, milyen jó látni rajtuk az uráldását, fokozatosan elkezdtek felszabadulni. Megfogalmazódott bennük a kérdés, létezik-e, hogy nincs is velünk semmi baj? Volt a szomszédságunkban egy világi zsidó család, akikkel nagyon jó barátságba kerültünk. Tudták rólunk, hogy hívők vagyunk, láthatták, hogyan élünk úgy is, mint család. Amikor a férfi megismerte a történetünket, arra kért bennünket, hogy imádkozzunk érte és áldjuk meg őt. Megdöbbentő kérés volt. Nem mertünk nemet mondani, de egy darabig félve figyeltük, hogy mi történik vele a mi áldásunk után. De nem került semmilyen nyomás alá. Továbbra is hálás volt. Ezek a bizonyságok érlelték meg lassan azt a belső meggyőződést, hogy a talérszelem nem létezik, soha nem is létezett. Ez volt a szabadulásunk napja. Rá kellett jönnünk, hogy az egész talérszelem nem a mi problémánk volt, hanem Sándori. Ez az ő szelleme volt minden értelemben és soha nem is bántott és nyomott mást, csak őt, meg akiket ő beoltott ezzel. A bujaság, a varázslás meg a többi szellem, ha létezett, akkor csak is ő benne. Nekünk ahhoz semmi közünk nem volt. Ami életünk majd tíz évét is beárnyékolta ez a hazugság, de azt gondolom, hogy Sándornak még többet ártott. Megfosztotta attól, hogy szembenézzen a saját problémáival, hogy fejlődhessen, csiszolódhasson ezen a területen másra vetítette ki azt, amivel neki kellett volna szembenéznie, és ez nem oldotta meg, hanem konzerválta a problémáját, még az is lehet, hogy talérszelem nincs, de német szelem van. Német Sándortól azonban nem volt olyan könnyű megszabadulni, mint a soha nem is létezett talérszelemtől. Talér János elmesélte, hogy évekkel később vendégül láttak egy régi testvért a Buda őrsi gyülekezetből, aki kérdezgette őket a szerencséjük felől, látszott rajta, őszintén csalódott, hogy jól vagyunk és virágzunk. Fejtörést okozott neki, hogyan fogja megvinni ezt a rossz hírt az otthoniaknak. Minket pedig megdöbbentett, hogy szemmel láthatólag az lett volna a jó hír, ha tönkre megyünk, elválunk és nyomorban élünk. Ekkor újra megéreztük, mivel is állunk szemben. Egy másik esetben üzenetet kaptunk egy testvéren keresztül, hogy Sándor olyanokat tud rólunk, amivel az egész szolgálatunkat tönkre teheti. Vissza üzentem vele, hogy itt a telefonszámom, hívjon fel, szembesítsen a védkeimmel, kész vagyok minden bűnből megtérni, de ne próbáljon megzsarolni. Nem értettem, hogy miért olyan fontos neki, hogy tíz év után, 2000 kilométeres távolságból is megpróbáljon megfélemlíteni. A legmegdöbbentőbb esetünk azonban Derek Prince nevéhez kötődik. A Prince házas pár egy közeli városban szolgált, és a testvérek rábeszéltek, hogy menjünk el hozzájuk. A szolgálat elején Derek bejelentette, hogy úgy érzi, át kell adnia inkább a szót Ruthnak. Annyira spontán volt az ötlet, hogy úgy kellett Ruthot valahonnan előre hívni. Ruth pedig ezúttal nem profétált, hanem elkezdte a magyarországi élményeit mesélni, hogy van Buda egy ház, és az ottani gyülekezetben az úr milyen csodálatosan munkálkodik. A szolgálat után az angol testvérek, akik tudták, hogy ami egykori házunkról van szó, unszolni kezdtek, hogy menjünk oda Ruthhoz, mert szeretnének bemutatni bennünket, hogy mi vagyunk az a házas pár. Engedtünk az unszolásnak, és Ruth nagyon meg is örült nekünk. Úgy érezte, az úr különleges vezetése volt, hogy mi is ott voltunk a hallgatóságban. Szólt Dereknek is, hogy itt van egy házas pár Buda ősről. Derek odafordult hozzánk, megkérdezte a nevemet, aztán elfordult, és sietve távozott. Ruth nem is értette, hogy mi történt. Mi értettük, és le voltunk forrázva. Hogyan létezik, hogy Istennek ezt a nagyszerű emberét is így be lehet csapni, ha csak úgy nem, hogy az egész szellemi harcról, tekintéről és átkokról szóló hamis tanítást német Sándor is részben derek princetől tanulta. Nem volt könnyű a megbocsátás, ami érthető, de Tallér Jánosnak végül sikerült. Hosszú éveken keresztül tudatosan újra és újra meg kellett küzdenem, hogy szívemből megbocsássak, és valóban minden tartozást elengedjek. Különösen az volt nehéz, amikor a gyerekeik felnőttek és belátók lettek, és kérdezgettek ezekről az időkről. Teljesen jogosan vetették fel, miért nem álltam ellent, ha magamért nem is, legalább a feleségemért és a családomért. Miért hagytam, hogy egy hataloméhes érzéketlen ember így beletiporjon a családunk életébe, Talér János végül elhatározta magát, 20 év után megírtam Sándornak, hogy mikor vagyok Magyarországon és szeretnék veled találkozni. Két dolgot szeretnék veled tisztázni. Az egyik az, hogy ne legyen félreértésben, nem a kommunista üldözés miatt mentünk el az országból, hanem ő miatta. A másik pedig, hogy minden meg van bocsádva. Minden teljes mértékben megvan bocsádva. Nem adósom semmivel sem, a kezdeményezett találkozó soha nem jött létre, de német Sándor egyszer kivágtatott Petrőc Leventével a reptérre is számon kérte Talér Jánost, hogy miért jár haza és kinek ad interjút. Mire ő azt mondta, hogy szabad ember, oda megy, ahová akar, annak ad interjút, akinek akar. Görbic Tamás az interjúban megkérdezte, miért hagyta, hogy német Sándor ezt az egészet megtehese vele. Talér János így válaszolt, egyrészt nem volt világosságunk. Ma már tudom, hogy az úr milyen finoman és érzékenyen bánik mindannyiunkkal mennyire tiszteletben tartja a személyiségünket, a privát szférát. Hogy elsősorban a barátunk akar lenni, együtt sétálni velünk hűvös alkonyatkor. Mi kelet-európai emberek hozzászoktunk, hogy megfosszanak bennünket az emberi jogainktól, az emberi méltóságunktól és belegázoljanak a lelki ismeretünkbe, s uralkodjanak felettünk. Talán hiányozna is, ha valaki nem nyomna el. Másrészt semmiképpen sem akartunk ártani az úr munkájának. Mai eszemmel azt kellett volna mondanom, nézd Sándor, ez a mi házunk, ha nem hagyod ezt abba, van három hónapod, keres magadnak másik helyet. De ehhez sem az erő, sem a bölcsesség nem volt meg bennem. Könnyen barátkozom, sok kapcsolatunk volt a világban, amit majdnem mind feladtunk saját akaratunkból a megtérésünk után. De amikor a testvérektől is elszeparálódtunk, légüres térbe kerültünk, ami visszahatott még a személyiségünkre is és elveszítettük a józan ítélő képességünket. Az alapvető jogaink megtiprása megfosztott attól, hogy egyenrangú partnerek lehessünk, döbbenetes, hogy így lehet emberek fölött uralkodni, ilyen eszközökkel lehet a józan ítélő képességüket lerombolni. Megrázó, a lehet valakit szándékosan lenulázni. Talér János felállt lelkileg, szellemileg és anyagilag is. Túlnőtte német Sándort. Ő már szabad a német Sándor által ráolvasott hazugságoktól. Német Sándor még nem. Ez is tanulság lehet kezdő szabadulóknak. Ha valaki megszabadul német Sándortól, akkor nem valami rossz történik vele, hanem valami jó. Megerősödik benne Isten jelenléte, szeretete, a vele való kapcsolat az életében. Eltűnik Isten és az ember közül a legfőbb akadály, német Sándor, aki Istent helyettesíti az emberek életében és mindent kontrollál. Csak hogy ő nem olyan, mint Isten, hanem az ellentéte belőlem nem az Isten szeretete árad. Ennél még azok is jobban járnak, akiknek szűz Mária a bálványuk, mert az is megkötözi őket, de legalább nem gyötri, nem szipolyozza a lelküket. Nem kell látkozniuk, gyűlölniük senkit. Van egy néma bálványuk, aki nem félemlíti meg őket. Micsoda áldás az német Sándorhoz képest. Meg hát a hurikán. Sokat köszönhetünk a világhálónak. Német Sándor prédikációi, a közösségi médiában megosztott elméletei, igazítse megét kínálnak az abszurdra fogékony nyenceknek az a keresztény világkép, amelyet a hallgatóságával megoszt, a buda ősi időkben kivívták a riasztó mögé beültetett hívek őszinte csodálatát, de a nagy nyilvánosság előtt kikezdik a tanú című film Nimbuszát. Német Sándornak valóságos rajongó tábora alakult ki, akik az általa közvetített hites világszemlélet narkósai lettek. Német Sándor mondataihoz hasonlókat a világ legtehetségesebb írója sem találhatna ki. Orwell egész nap füzettel füzettel lohona a sarkában. A német jelenség egészségügyi haszna sem elhanyagolható, mert az emberek hasizma erősödik, a rekeszizmai tágulnak a nevetéstől. A kifinomult ízlis egymásnak küldik a jobbnál jobb idézeteket, amelyek közül a legjobbak még kommentárt sem igényelnek. Ezek mind elvesztek volna az internet nélkül, de így heteken átpótolhatatlan szórakoztatást nyújtanak sokaknak, akik térdüket csapkodják a gyönyörűségtől, ha felkerül a facebókra egy-egy prédikáció. Nem is kell figyelni az online oldalakat, mert vannak, akik várják a frissítéseket, és már küldik is tovább. Német Sándor a Vidám vasárnap egyik műsorában Józsefel, Jézus apjával példálózott, hogy politizálni kell, mert József is politizált már a videó címe is sokkoló, mint egy kósa lajos interjú, tudtad? Jézus apját Isten tanította politikára, nem, ezt nem tudtuk. Álmunkban sem gondoltunk arra, hogy Jézus apját Isten tanította politizálni. Német azt állította, hogy Jézus azért menekült meg Heródes csecsemőgyilkossága elől, mert az apja, József politizált, ha nem foglalkozott volna József a politikával, nem is tudom, mi lett volna a názáreti Jézussal jelentette ki drámai hangon. Német Sándor szerint innen tudta meg József, mikor kell A politikából olvasta ki, hogy meg akarják ölni a fiát. Német szerint így tudta meg József azt is, hogy visszamehet Izraelbe, mert már nem fogják üldözni Jézust, mi ez, ha nem politika, teszi fel a kérdést a vezető lelkész. A várt hatás nem marad el. Ez bizony az, ez politika. Sajnos, József nem abból tudta meg, hogy el kell menekülnie Egyiptomba, mert politizált. József olyannyira nem politizált, hogy egy angyal jelent meg neki. Az mondta, hogy menjenek Egyiptomba, mert veszélyében vannak. Ezt mondja a Biblia, nem azt, hogy József politizált. Ezen kívül Lehusás proféta is megírta azt, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat mintha nem a napi politizálásból derült volna ki, hogy Egyiptomba kell menni. József annyira nem törődött a politikával, hogy megint angyalt kellett küldeni hozzá a mennyből, különben örökre Egyiptomban marad. Német megfette a megszeppent hívőket, hogy ha József nem politizál, mesiásuk sem lenne. De a legszebb az, amit ezután mond, ostobaságokat beszélnek istentelen keresztények, akik már régen megtagadták a hitet, egyszer az életükben nem olvasták el a Bibliát, azt mondja Német Sándor, hogy az istentelenek, akik nem olvassák a Bibliát, megtagadták a hitet ostobaságokat beszélnek, mert még azt sem tudják, hogy a politizálás mentette meg Jézust. Nem tudjuk, német Sándor kiről beszélt, mert neki kell feltennünk a kérdést, hogy vajon melyik Bibliát olvassa és mikor lapozott bele utoljára. Német szerint, akik nem tudják, hogy József politizált, nem is rendelkeznek olyan intelligenciával, hogy a bibliai világnézetet el tudják sajátítani és ezek okítanak benneteket. De úgy tűnik, nem ártott volna neki sem elvégezni egy teológiát. Habár annyi teológiai végzettség nélkül is tudhatna, hogy angyal szólt Józsefnek, mert a Máté Evangélium második fejezetéig általában eljutnak az emberek. Ezzel a példabeszéddel újabb állomásához érkezett Német Sándor szürreális Orbán melletti kampánya. Ez azonban nem megfejthetetlen. Német Sándor családját, József ellentétben nem az isteni kijelentések, hanem a politikai tevékenysége vezeti. A beszédből kiderül, mi motiválja a politizálást, így lehet figyelembe venni, mikor üldöznek, mikor nem. Az üldözéstől való félelem miatt kell politizálni. Német fél az adóhivataltól és a rendőrségtől. Lepaktált Herodessel, belevitte a gyülekezetét a politizálásba és a diktatúra szolgálatába állt. Mi lesz, ha megbukik a diktatúra? Nyolc éven át becsapta az a tévé és eladta őket Orbánnak. Megtagadta keresztény testvéreit, akiknek az egyházi törvény elvette az egyházi státuszát. Retek, mi lesz, ha elveszíti a politikai védelmet? Adó, pénz, vagyon, ingatlanok, biznisz, mi lesz veled? Ezért kell egy evangéliumi karizmatikus lelkész megpolitizálni. Angyarra hiába várna, mert angyal ilyenukból nem keresi fel. Úgy is van megírva, ugyebár, hogy menjetek elszéles széles e világra, s politizáljatok, hogy megúszszátok az üldözést. Belerántotta a gyülekezetét a piszkos politikába, vagyon gyűjtött, csúnyán becsapott embereket, most fél. Arra akarja használni a gyülekezetét, hogy húzza ki a csávából és ne kelljen elszámolnia semmivel. Rémeket lát, retteg. A vezető lelkész fél, félti magát, a vagyonát, a kiváltságait, és fél a lelepleződéstől. Ezért kell a hit gyülekezete tagjainak politizálni, nem József miatt. Ezért kell a menekülteket gyűlölni, nemzeti hazugságokat szajkózni, sorosozni, üvés elméleteket terjeszteni, emberi jogokat, demokráciát ócsárolni, a liberalizmust meghamisítani, egy diktátor támogatni. Mert német Sándor fél. Félti a zsákmányt. Ebbe keveri bele Józsefet, Jézust, azt a borzalmat, amikor Heródes legyilkolt gyermekeket és Isten fiát anyjal mentette meg. Ezt a párhuzamot használja a saját helyzetére, amikor félti a rablott holmit. Ha József ma Jézussal a közel-keletről Magyarországra menekülne, és Német Sándoron múlna, akkor nem úszná meg, mert ő az ilyeneket nem fogadja be. Egyiptom nem egy pozitív szereplő a Bibliában, de Német Sándor Egyiptom szintjét sem üti meg, mert ő a menekülteket elutasítja, Egyiptomban viszont az Isten fia megmenekült. Szíriából ugyanilyen emberek menekülnek, mostanában a gyerekeikkel a biztos halál elől. De neki, a milliárdos lelkésznek, nem esik meg rajtuk a szíve. A politika jut róluk eszébe, hogy olyan politikát támogasson, amely megvédi a vagyonát. Ez fontosabb, mint a menekültek megsegítése. A keresztény állam felmenti a lelki ismeretét. Az üldözés abban is megnyilvánulhatna, ha Német Sándor ellenzéki a tévéje nem kapna többé milliárdos állami támogatásokat. Több bvé pereskedés után az Erzsébet utalványforgalmazó Zrt. EUF nyilvánosságra hozta, hogy 2010 és 2016 között mennyi pénzt költött az Erzsébet utalványok hirdetésére és milyen médiumok részesettek belőle. Az állami cég a legtöbb közpénzt az a tévének adta. A magyar adófizetők 1,7 milliárd forintot juttattak a Fidesz jóvoltából az a tévének, amely akkor is hatalmas összeg, ha nem egyszerre kapták. Mivel az Erzsébet utalványok hirdetésének nincs kereskedelmi célja, ez egyértelműen médiafinanszírozásnak minősül. Egy valódi hirdetés célja az, hogy vásárlásra, fogyasztásra ösztönözzön. Ám ezek olyan reklámok, mint amilyeneket Tordján József helyezett el a fradi pályán, de annak börtönbüntetés lett a vége. Olyan cégeket hirdettek, amelyek nem adtak el semmit. Annak idején Szabadi Bélát hűtlen kezelés miatt elítélték ezért. Német Sándor a bibliai Józsefre hivatkozva küldte a hívőket kopogtató cédulát gyűjteni, maga pedig országjáró körútra ment és Orbán Viktor mellett kampányolt. Ez olyan, mintha József azzal úszta volna meg az üldözést, hogy Heródesnek kampányol. Pénzt csinál a hitévől és a vagyonát Heródessel védeti meg. Orbán ilyen hirdetésekkel honorálta német Sándor szolgálatait. Az a tévében Pat Robertson azt állította, hogy a Trump iránti tiszteletlenség a lasvegasi tömegmészárlás oka. Egy fehér keresztény férfi 59 ártatlan embert mészárolt le. Robert Robertson szerint ez azért történhetett meg, mert Amerika nem tiszteli eléggé Trumpot. A tömeggyilkos gyilkos istennek félre vissza mert Las Vegasban a déli államokból verguválódott a közönség, amelybe belelőttek. Ezek többsége republikánus szavazó, és ha evangéliumi gyülekezetbe jár, még trumpimádó is. A teóriát német Sándor tekintéről szóló tanítása alapján védte meg a vigyázó blog. Ez szerint az elnöki tekintély Istentől van, és aki nem tiszteli Trumpot, Isten ellen lázad. Isten pedig az ilyenekkel végez, ugyebár, és jól teszi ha tisztelnék Trumpot, nem lenne sem hurikán, sem tömeggyilkos. Tulajdonképpen e logika alapján érthetetlen, hogy miért egy szálloda ablakából lövöldözik le az Isten ellen lázadókat. Ha megérdemlik, államilag kellene kivégezni az összes lázadó újságírót, ellenzéki politikust, vagy amerikai polgárt, aki nem istenként tiszteli Trumpot. Csak azt nem értjük, hogy Obamának miért nem járt ugyanez az isteni tekinté, őt például Trump cseppet sem tisztelte. Még szerencse, hogy Isten nem lövette le. Az evangéliumi hamis proféták tévedése az, hogy egy alkotmányos demokráciában nem az amerikai elnök a legnagyobb tekinté, hanem az amerikai alkotmány. Erről a keresztény fasizmus deréképviselői megfeledkeznek. Német Sándor tekinté elméletei hinte óriájával cseng össze. Az embert a törvényesség fölé emeli. Ilyen és ehhez hasonló szórakoztató elemekkel teli programok Német Sándor prédikációi. Ezért a vidám vasárnap elnevezés teljesen helyén való, legfeljebb egy kisé visszafogott, de a kuriózumok kedvelői tudják, hogy ennél mélyebbre kell ásni, azokat kell figyelni, akik a német Sándor által előadott világképet interpretálják, s lefordítják német Sándort a saját nyelvükre. Amit megértenek belőle, az a német hiszű realizmus lényege. Letisztítják a mondani valóról a salangót. Ebben az a szép, hogy amikor egy-egy ilyen interpretáció visszajutott német Sándorhoz, és szembesült azzal, amit mondott, maga is elképett. Felemelte a hangját, hogy én nem ezt mondtam. Miközben, de pontosan ezt mondta, és a lényegét jól értette meg a szetás gondolkodás módra hallgatóság csak amikor ezt találkozik a normális, épeszű világgal, akkor tárul fel az elmélet borzalmas volta. Ha valaki értelmezni, elemezni kezdi, hogy mit is mondott valójában. Hat Péter zsenialitása ennek a fordítotja, ő arra képes, hogy a német Sándor által elmondottakat úgy forgassa ki, hogy az ajózan külvilág számára is érthető és elfogadható legyen, senkinek kapjon a szívéhez. Ez azonban német Sándor meghamisítása. Német Sándor világképet a nem túl képzett vidéki pásztorok előadásába rajzolódik ki leginkább, s Morvai Péter úgynevezett, publicisztikájában és propaganda tevékenységében nyeri el tökéletes formáját. Ha van valaki, aki képes német Sándorra hangulódni, az Morvai Péter. A volt harmadik harmadikas ügynök kivételes képessége ez, aki óriási pályát futhatott volna be az állambiztonságnál, ha nem a nyolc as éve végén áll besúgónak, s ha kedves barátnője, későbbi felesége miatt nem áll be a híd gyülekezetébe és nem cseréli akkori tartó tisztjét német Sándorra. Az abszurd kelet-európai valóság egyik legszebb pillanata az Elizeus fedőnéven megfigyelt, harmadik-harmadik fóbiás német Sándor, valamint a Hartmann László fedőnevű volt harmadik-harmadikas ügynök Morvai Péter találkozása, harmonikus együttműködése és lelki rokonsága. Megkülönböztetni sem könnyű őket, Morvai néha ellopja a sovt. Morvai Péter ennek köszönhetően sokáig volt német Sándor személyi titkára, ideológiai és propaganda ügyekben a legfőbb bizalmasa. Morvai Hartmann László fedőnéven volt a harmadik-harmadikas csoport főnökség ügynöke a Marx Károly Közgazdaság Tudományi Egyetemen ebből csak akkor származhatna baja, ha el akarná hagyni a hit gyülekezetét. Ám ettől nem kell tartani, amíg a számításait itt találja meg, és nem a világban, amíg nem tűnik jobbnak a lefalcolás, mielőtt a rendőrség megszállja az intézményeket, már ha erre valaha is sor kerül. Addig ő Alex Szilárd, a legszilárdabb lesz a hitcsarnoknak. Morvai élő példája az ügynök megmaradás törvényének, miszerint ügynök nem vész el, csak átalakul élő bizonyítéka annak, hogy a volt harmadik harmadikas ügynököket el kellett volna tiltani örökre a közélettől, mert a német Sándorhoz hasonló politikai, gazdasági és alvilági szereplők szolgálatába szegődtek, és már a kgb és kiképzésen átesett állambiztonsági tisztek is jó érzékkel választották ki őket. Ez egy speciális lelki alkat, amely lelki nélkül hajt végre bármit is annak ellenkezőjét is. Képes a saját személyiségét is feloldani a másik emberben, akit szolgál, ezért esetében nincs szükség a személyiség összezúzására, megteszi ezt ő maga. Nem létező személyiséget nem kell összezúzni. Morvai Péter Ivan Ilyen mintapolgára, az egyéniség és személyiség nélküli ember, aki nem elmenekül a diktátor halálos öleléséből, hanem vágyik rá. Morvai különleges képessége, hogy éles látóan fedezi fel a lényeget, a tartó elvárásait, és képes arra, hogy megelőze a gondolatait. Már azelőtt kiszolgálja a legnagyobb őrültséget is, mielőtt a tartó esetünkben német Sándor gondolataiban megfogalmazódna. Mivel önbecsülése a legteljesebb mértében attól függ, akinek a lelkébe bújt, mindig túl teljesít a lelki jutalom reményében így válik Morvai Péter interpretációjában a keresztény fundamentalizmus és a szektás németizmus riasztó szörnyűségé, amely leleplezi önmaga lényegét. A világ legkiválóbb a valója a diktátorok számára, és életveszély minden korrekt és tisztességes cég munkatársaként. Képes még rendes emberből is szörnyeteget csinálni, mert nélkülözhetetlenné kell tennie önmagát. Egy szörnyetek kezében pedig nélkülözhetetlen fegyver, amely hosszú távon visszafelésül el. Morvai Péter legcsodálatosabb önleleplezése az volt, amikor a szolgáló leány meséje című tévésorozat indexben megjelent kritikája alapján azonosította a hit gyülekezetét és a fundamentalista kereszténységet a vallási diktatúrával, amelyben a történet játszódik. A Margaret Advold regényéből készült sorozat nem a kereszténységről, nem is a fundamentalista kereszténységről szól. A cikk meg sem említi a kereszténységet. Az index mindössze saját Facebook oldalán ajánlotta a kritikát azzal az olvasók figyelmébe, hogy milyen lenne a világ, ha keresztény fundamentalisták irányítanák, Ilyen, tökéletes definíció. Csak hogy Morvai azonnal meglátta, hogy az a világ, amelyről a sorozat és a cikk szól, pontosan olyan, mint a hídgyülekezete, amely világot ő is szorgalmasan építi. Senki nem hozta összefüggésbe sem a keresztény fundamentalizmussal, sem a tévésorozattal a hídgyülekezetét, amely a maga részéről szintén elítélhette volna a valási fanatizmusra épülő diktatúrákat, de Morvai magukra ismert. Túl buzgó szorgalmában magukra rántotta a keresztény fundamentalizmus is, a diktatúrát is, a szolgáló leány meséjét is, ezzel tartalmilag úgy változtatta meg a Facebook oldal ajánlásának jelentését, hogy milyen lenne a világ, ha a hit gyülekezete irányítaná. Ilyen, és ez a tökéletes megfogalmazás. A legpontosabb megragadása ennek a szellemnek. Ha valaki eddig nem tudta, most már tudhatja. Morvai nem hagyott kétséget a kívülállóban sem, hogy ez róluk szól. Azonnal a militáns szektáktól elvárható támadásba lendült. Ha valaki azt gondolná, hogy ilyenkor egy volt harmadik harmadikas ügynök vita cikket ír, amelyben tételesen cáfolja a valótlan állításokat és kifejti a tudományos nézőpontot, téved. Morvai felhívást tett közé. Arra szólította fel a hit gyülekezete tagjait, hogy tiltakozza az index újabb keresztény cikke ellen. Így akarták tiltani az index Facebook posztját. Morvai részletes gyakorlati útmutatást adott, hogyan kell feljelenteni az indexet a faceboknál gyűlölet beszéd miatt. Hangsúlyozzuk, hogy a keresztény szót a cikkben le sem írták, az csupán a Facebook oldalon jelent meg. Az sem a kereszténységet gyalázta, csupán a keresztény fundamentalizmus ellen emelt szót, ami nagyon helyes. Morvai szerint a cikk alkalmas a keresztények elleni gyűlölet szítására. Ez az első olyan gyűlöletbeszéd, amelyben el sem hangzik a szó, amely ellen állítólag gyűlöletre uszítanak. A Négycsáz 44. hó bemutatta a hihetetlen módszert, ahogy Morva is illusztrált folyamatábrán mutatta be az üldözött keresztény olvasóknak, hogy a jelenthetik fel az indexet. Mint írták, az unortodox korban ilyen unortodox módon intézik a sajtóvitákat. Morvai nem a kereszténységet védte, hanem a keresztény fundamentalizmust és a hit gyülekezetét, amely magára ismert a valási diktatúra ábrázolásában. A keresztény fundamentalizmus ugyanis nem azonos a kereszténységgel, nem azonos a Biblia ihletettségét vallókkal sem, akik hiszik, hogy a Biblia minden szava igaz és az Isten szájából származó szó. Ezt minden kereszténynek hinnie kell. Ha ezt hinnék, akkor nem is lenne keresztény fundamentalizmus, mert az ellentétes a Bibliával. A kereszténység abban különbözik a többi vallástól, hogy hiányzik belőle a militáns és erőszakos jelleg, amelyel a világot a saját képére akarná formálni. Egy Zink nevű fundamentalista teológus így fogalmazta meg a keresztény fundamentalizmus lényegét, ha a léleg vezérel bennünket, akkor nem olyan uralomban reménykedünk, amely valamikor eljön, hanem azért könyörgünk, hogy Isten országa épüljön bele a föld urami rendszereibe, ez a Biblia elfelítése. Ez nem külön, mint az iszlám fundamentalizmus. Nem véletlen, hogy a keresztény fundamentalizmus és az iszlám fundamentalizmus egymás ellen harcol. A menekült ellenesség mögött az iszlám fundamentalizmus elleni keresztény fundamentalista harc áll, amely a világot keresztényé akarja tenni. Ennek trójai falova az erkölcsi értékekre való hivatkozás. Valójában a világot akarják uralni, aminek nincs köze a kereszténységhez. Morvai ezzel a tiltakozásával nagy szolgálatot tett azoknak, akik próbálnak igazodni abban, hogy a keresztény egyházaknak hol van a helyük, helyese az, amikor keresztény államot akarnak létrehozni és állami erővel akarják a bűnt korlátozni. Morvai kijelölte ennek a hamis keresztény irányzatnak a helyét, ez a keresztény fundamentalizmus, amely éppen olyan szörnyű világot hozna létre, mint amely a szolgáló leány meséje című sorozatban látható ha nem így, akkor másképp, de mindenképp diktatórikus, elnyomó, szörnyete világot. Ez nem Isten akarata, hanem az ördögé, mert Isten szereti az embert. Morvai révén arra is képes lehet az olvasó, hogy a Trumpot támogató amerikai evangéliumi keresztény mozgalmat is azonosítsa, bibliai értelemben ez nem kereszténység, hanem keresztény fundamentalizmus, amely épp olyan veszélyes és kártékony, mint az iszlám fundamentalizmus. Ha valaki nem tudná, Amerikában vannak fundamentalista keresztény terror cselekmények is. A fehér keresztények több terror cselekményt követnek el, mint a muszlimok. Ehhez az irányzathoz tartozik az Orbán Viktor támogató gyülekezete is, amely terror cselekményt ugyan még nem hajtott végre, de az eszköztára megvan hozzá, csupán a fegyverei még a géppisztolyos angyaloknál vannak. De vajon meddig? Szellemileg már ölnek. A halált küldik azokra, akiket német Sándor Isten munkája ellenségeinek vél. A keresztény fundamentalizmus Amerikában Rizben az 1878-as niagarai hidvallásból jött létre. Követőik 1910 és 1915 között kiadtak Fundamentals címmel egy 12 kötetes sorozatot. Később ez az irányzat két részre szakadt, s ennek egyik ága az evangelical, fonetikusan is ejtik magyarul, evangelikál mozgalom, ami nem azonos az evangélikus egyházzal. Ez zászló a melegeket, az abortuszt, a genderelméletet üldöző politizáló kereszténységnek, amely világi uralomra tör és a keresztény állam hazugságával tévezté meg a hívőket. De morvainak nem kell a történelmet tanulmányoznia, neki elég a szolgáló leány meséje című sorozat kritikáját elolvasni és azonnal magukra ismer. Pedig a hit nem lenne könnyű dolga, ha a hetek régi számai elolvastatnák a hívőkkel. Ezekben a hit kiválóan kifejtette a katolikus egyház helyettesítési elméletét, mely a keresztény fundamentalizmus alapja. Ennek lényege az, hogy Isten a zsidókat elvetette, mert megölték a messiást, a zsidók üdv helyébe pedig az egyház lépett. Ennek táfolata a Róma beliekhez írt levél 11. fejezetének második. Verse, nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert, a helyettesítési teológia azonban azt mondja, hogy az egyház lett a szellemi Izrael. Ebből levezetik azt, hogy Jézus Krisztus ezer éves királysága nem a jövőben jön el, hanem már elérkezett a földre és Jézus Krisztus helyett az egyház uralkodik a földön. Az egyház feladata pedig Isten uralmának megvalósítása. Elvben az evangéliumi mozgalom tagadja ezt a katolikus eretnekséget, amelynek alapján a katolikus egyház akart 1500 éven át uralkodni a világban. Az investitúraharc és a császársággal folytatott küzdelem alapja is ez volt ahol az egyház sikeres harcot vívott a keresztény állam megvalósítása érdekében, ott megelevenedett a valóságban a szolgáló leány meséje, az elképzelhető legsötétebb szörnyűség. A pápa ezért lett Isten földi helytartója, aki a királyok fölé rendeltetett. Most ugyanez zajlik, csak nem a katolikus egyház, hanem az evangéliumi mozgalom vezetésével. Ők is Isten uralma alá akarják rendelni a világot. Ma ők állítanak a világ élére szörnyetegeket és fasisztákat, hivatkoznak erkölcsi értékekre és éltetik a keresztény államot készítik elő a rettenet világát, amelyet ennek az irányzatnak a képviselői önkéntelenül először saját gyülekezeteikben hoznak létre, és ezt terjesztenék ki az egész világra. A híd gyülekezete ennek a terméke, s Németh Sándor nem véletlenül találta meg önmagát a keresztény fasiszta mozgalomban. A híd gyülekezete már akkor a keresztény fasizmusnak nevezett fundamentalista irányzat vonásait hordozta, amikor még a liberális pártot támogatta. Kis János és Német Sándor találkozása egy liberális és egy fundamentalista találkozása volt, ahol a liberális politikus elkövette az ős bűnt, mert beengedte a keresztény fundamentalizmust az SZDSZ-be. A keresztény fundamentalizmus Ivan Ilyen teóriájában keresztény fasizmust jelent, ami a liberalizmus ádáz ellensége. Német Sándor azzal, ahogy a gyülekezetben egyszemélyes hatalomra tört, félreállította a belső kontrollt, a hatalom megosztását, az egyházon belüli fékeket és ellensúlyokat, és diktatórikus hatalmat épített ki. Ettől kezdve nem is volt választása, nem tudod volna másképp működni, csak diktátorként. De ő ezt szerette, ma is ragaszkodik hozzá. Ezért az embertelen világ, az elnyomás, az ellentmondás nem tűrő lelki terror, totális kontroll, megfélemlítés és fasizmus először a hit gyülekezetében alakult ki, és ezt tennék általános normává, ha német Sándor, a hit gyülekezete és a keresztény fundamentalisták irányítanák a világot. Ezt ismerte fel Morvai az Index cikkében, ezt mondta ki helyettük. Morvai az ideál pikus végrehajtó embere ennek a világnak. Az sem véletlen, kik azok, akik a kontraszelekcióból kiesnek, akik a fasizmusra alkalmatlanok. Sem elviselni, sem gyakorolni nem hajlandók. Maradnak azok, akik ezt szeretik, illetve az áldozatok. Az olyan emberek, akik ezen átlátnak, és meg is írják, mint én, halálos ellenségek, akiket néhány évszázaddal ezelőtt simán legyilkoltak. Most vesződni kell ehhez az imakommandóval, a géppisztolyos angyalokkal, paplászlóval, rágalmak, ügynökvádak tömegével, hogy végre ugyanaz az eredmény megvalósuljon. De a gyilkos gyűlölet ott van. Morvai ennek a mechanizmusnak szorgalmas robotosa és kiváló ügynöke. Mozgatja a sajtókapcsolatokat, gyártja az álhíreket, önti az összeesküvés elméleteket, becsapja a hívőket és irányítja a hazupropagandát. Tevékenységének fontos része a hamis látszat fenntartása, hogy mindez Isten munkája, és akik a keresztény fasiszta fundamentalizmus irányítják, azok Isten emberei. Fel kell építeni a nimbuszt. Német Sándor lábai előtt hever a világ a világ hamis profétáiról csoda történeteket kell zengeni, amelyek hiába okoznak a valósággal kapcsolatban álló embereknek vidám perceket, a hívők tömegeit megvezetik. Csupán példaként álljon itt egy gyöngycem, amikor Morvai beszámolt arról, hogy Pat Robertson megállította a Florence Hurikánt Amerika partjainál. Pat Robertson, az a tévében sugárzott 700-as klub című szélső jobboldali valási műsorban Jézus nevében megparancsolta a hurikánnak, hogy álljon meg és térjen vissza az óceánba. Ima pajzsot állított a hurikán elé, és Morvai szerint ez sikerült. Morvai szerint az ima működött, a hurikán engedelmeskedett, mert mint írta, végül mégis csak Patrobert és az imádkozó keresztényeknek lett igaza. A Florence hurikán két napra megállt az amerikai partok előtt, és ez idő alatt négyes fokozatúról egyes kategóriára gyengült, amikor Morvai a sikert bejelentettek, már öt halálos áldozata volt a hurikánnak, közöttük egy anya és egy csecsemő, akik nem haltak volna meg, ha nincs hurikán. Ha ez Robert Chor referencia imádkozása, akkor az gyengére sikerült. Ha Jézus ezzel a hatásfokkal csendesítette volna le a tengert, mind belefulladtak volna. A hurikán még a bejelentés pillanatában is életveszélyes volt, szabályosan folyók ömlöttek egyes városok utcáin. 200 embert a biztos halálból mentette ki és 150 ember életéért a Nemzeti Gárda küzdött. Ennyit arról, mennyire lett Patrobert Csónak és az imádkozó keresztényeknek igazuk. Az ügy azonban túlmutat önmagán, és azt a kérdést veti fel, hogy meddig lehet butítani az embereket Isten nevében aki hallott már arról, hogy milyen iszonyatos természeti erők játszanak szerepet a hurikán kialakulásában, amelyben még a föld mozgása, forgása is részt vesz, s a szél ereje a tenger felett akkora, hogy egész városokat képes lenne elsöpörni, azt tudja, minden hurikán a száraz földre érve veszít az erejéből, mert megszűnik a nedves levegő utánpótlása. Ez az oka annak, hogy a Florence a partok előtt négyes fokozatúról egy esresszel idült. Nem az, hogy Patrobercsón parancsolt neki és egyetlen szavával lecsendesítette a tengert ha Pat a tenger közepén parancsol a hurikánnak és a hurikán ott megszelidül, ahogy azt Jézus tette, akkor lecsendesítette a tengert. Így azonban csak becsapja az embereket. Patróber csónak semmiben nem lett igaza, mert nem állított meg semmit. A tudósoknak és a meteorológusoknak lett igazuk, akik a légköri nyomásból előre prognosztizálták a hurikán erejének változásait. Jézus Krisztuson kívül még soha senki nem csendesítette le a tengert. Mózes ketté választotta, de hurikánt nem csendesített le. Erre még Pál a sem volt képes, pedig ő halottat is feltámasztott, de egy hurikánnál gyengébb viharban is hajótörést szenvedett és majdnem megfulladt. Ezért a botjára támaszkodó Patrobertson sem állította meg a hurikánt. Sarlatánság azt mondani a hívőknek, hogy hatalmuk van a hurikán felett és csak parancsoljanak neki. Még jó, hogy nem állnak a hurikán útjába. Nem beszélve arról, hogy imának nevezik azt, amikor ők akarnak parancsolni az elemeknek és a természeti erőknek. Az imaisten keresése, az Isten előtt való megalázkodás, kérés, nem parancsolgatás. Az ima meglágyítja a szívet, a parancsolgatás megkeményíti. Felfúvalkodottá teszi az embereket, holott Jézus azt mondta, egy arasszal sem képesek megnövelni a saját termetüket sem. Istenben azonban bízhatnak, hogy gondoskodik róluk. Vajon hány szívinfarktuson van túl német Sándor, amit eltitkolt a hívei elől, hogy megmaradjon a hamis és hazug nimbusz? A hurikánt akarják megállítani, Először saját magukat próbálják megmenteni, mert ránézésre megmondjuk azt, hogy Pat Robertsonnak a vizelés is nehezére esik, nemhogy a földet és annak víz víztömegét akarná a hőmérsékletével együtt megváltoztatni. A vicc az, hogy Pat örült, ha valaki lesegítette a pódiumról, és így el tudott botorkálni a mosdóig. Természetesen, miután a hurikánt elintézte. Szerencse, hogy nem parancsolta vissza a tengerbe, ha ugyanis a hurikán visszamegy a tengerbe, akkor nem szűnik meg, hanem újra erőre kap és tovább tombol. Még jó, hogy nem engedelmeskedett a hurikán. De a hívők ezeket elhiszik. A koronavírus terjedése újabb alkalom volt arra, hogy a pünkösdi karizmatikus prédikátorok megmutassák, mit tudnak. A járványi ijesztő öltött és a hamis proféták azonnal működésben léptek. Kenneth Toteland Jézus Krisztus nevében megparancsolta a koronavírusnak, hogy távozzon Amerikából. A vírus kivégezte, megkötözte, lerombolta és elzavarta. Megítélte a vírus mögött álló sátánt, mert ő azt gondolja, hogy megteheti, és a sátán a vírusaival együtt enged neki. Kinyilvánította, hogy a koronavírus le van győzve, elment, vége, nincs tovább. Amerika felszabadult alóa. Kijelentette, hogy Amerika újra egészséges, meggyógyult. Ez olyan nyira jól sikerült, hogy a következő napon 917 ember halt meg a koronavírustól Amerikában, köztük egy hat hónapos csecsemő. A pünkösdi karizmatikus hamis csalók, akik mindentől függetlenül is zavartalanul folytathatják a sarlatán tevékenységüket. Az általuk támogatott szélső jobboldali politikusok az adófizetők millióit adják cserébe azért, hogy félrevezessék az embereket. Ők mondanak olyanokat, hogy Trump megtért keresztény, akit Isten küldött. Ők profétálnak olyanokat, hogy Orbán jogi pró állama majd megmenti Európát. Ők készítik elő az Antikrisztus, a világ diktátor megjelenését és a világ végének pusztítását. A legmegdöbbentőbb az, hogy a hívők egy ilyen ima után nem kérik számon, mi lett a megkötözött vírussal. Ha az általuk támogatott Trump leállította volna emiatt a védekezést, mert Kenneth Pelant kizavarta a vírust, Amerikából, és Isten nevében kijelentette, hogy Amerika meggyógyult, annak tömeges halál lett volna a következménye. De társai nem felelnek semmiért. Azért sem, ha a saját híveik közül valaki ezt elhitte és végül belehalt. A CNN reportban számol be arról, ahogy ezeknek a prédikátoroknak a hívei tömegesen mennek az összejöveteleikre, ölelkeznek, kezet ráznak világjárvány idején. Büszkén mondták a riporternek hazafelé menet, hogy őket Jézus vére megvédi, ők nem kaphatják el a vírust. Közben Kaliforniában kimutatták, hogy a vírus áldozatainak egy harmada ilyen gyülekezetekben fertőződött meg. A pásztoraik a fanatizmust és a vakhitet prédikálták nekik. Mint amikor az ördög azt mondta Jézusnak, amikor elvitte a templom tetejére, hogyha Isten fia, vese alá magát, mert meg van írva, hogy az angyalainak parancsol felüled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Meg van írva, igen. De mit mondott erre Jézus? Azt mondta, viszont meg van írva, ne kísérsd az urat, a te istenedet, ezek a prédikátorok félrevezetik az embereket, nem a helyén való mondják. Ezek leugrasztanák az embereket a templom tetejéről. Azért veszélyes ez, mert ha ők azt mondják, hogy ugorjon a hívő a kútba, sokan megteszik. Azt gondolják, Isten mondta. A legtragikusabb Landon Spradlin, egy evangélizáló amerikai lelkipásztor esete, aki New Orleansban kapta el a vírust. A szerencsétlen férfi hisztériának nevezte a vírussal kapcsolatos intézkedéseket, végül ő maga is belehalt a fertőzésbe. Azt mondta, hogy a járvány csak azért találták ki, hogy lejáraság vele Trumpot. A New Orleansban rendezett Mardi Gras fesztiválója azt játszott egy bárban és hirdette az evangéliumot a bárközönségének. Haza sem értek, már útközben a koronavírus áldozata lett. Négy gyermek maradt utána. Rodney Hovard Brovne sem vett tudomást a vírusról, nem engedelmeskedett a tiltásnak, hogy nem lehet tömegrendezvényeket tartani. Őrizetbe kellett venni, mert ezer fős összejöveteleket tartott a járvány közepén, s azt mondta, hogy csak akkor hajlandó megváltoztatni a magatartását, ha eljön az elragadtatás. Aztán 500 dollár óvadék ellenében szabadon engedték és egy csapásra megváltozott a véleménye. Azt mondta, ebben a helyzetben úgy gondoljuk, hogy megfontolt döntés az, ha nem nyitjuk meg a gyülekezetünk kapuit most vasárnap. Nem várta meg mégsem az elragadtatást. Elég volt neki egy óra a rendőrségi fogdán. Felelőtlenség volt, amit tett, s utána az elvi szilárdságáról is meggyőződhettünk. Pálapostól éveket töltött börtönben, de nem változtatta meg a nézeteit. Igaz, nem is beszélt olyanokat, hogy felül kellett volna bírálnia önmagát. De videó összeállítás készült arról is, hogy a pünkösdi karizmatikus prédikátorok hogyan kötözték és hogyan rombolták le a koronavírust, félrevezetve a hívőket. Miközben a vírus fütyült a sarlatánok akarnok imáira. Az Ószövetségben ezt korrektebből tették, mert ha valaki hamisan profétált, és a profécia nem teljesült, meg kellett kövezni a hamis profétát. De ezek a proféták minden következmény nélkül profétálhatnak Isten nevében akármit. A hívők pedig elhiszik azt, hogy hatalmuk van erre, ezek legitimimák, nekik is így kell imádkozniuk. Ez csalás. Ezzel csupán a saját egójukat növelik, eltávolodnak Krisztus természetétől és a prédikátorok pénzt keresne vele. A hívőkből pedig szavazógépeket csinálnak, eladják őket a politikusoknak. A Hit Radio online oldalán jelent meg a hír, mi szerint az amerikaiak 44%-a szerint a koronavírus isten figyelmeztetése. A forrása Christian Headlines című amerikai keresztény propaganda újság. Maga a cikk megtévesztő, hiszen azt állítja egy ezer fősz reprezentatív minta alapján, hogy Isten figyelmeztetése a koronavírus és akár egy közelgő ítélet előjele is lehet. A felmérés teljesen szakszerűtlen, mert nem veszi figyelembe, hogy ilyen események kapcsán az emberek könnyen kerülnek világvége hangulatba és tulajdonítanak átmenetileg eszkatológikus jelentést bárminek. Árulkodó, hogy amikor rákérdeztek, hogy az isteni figyelmeztetés mennyire fordította Isten felé a válaszadókat, siralmas eredmények születtek, amelyeket a kutatást végző, elfogult és tendenciózus Joshua Fund elnevezésű keresztény alapítvány vezetője a szokásos pünkösdi karizmatikus, kincstári optimizmussal lenyűgözőnek nevezett. Ezzel jelezte, hogy üdvözli a világjárványt. Nézzük a lenyűgöző adatokat, a kutatás megkérdezte a nem keresztény válaszadókat arról is, hogy az események következtében nőtte az érdeklődésük Isten és a kereszténység felé. Az adatokból kiderül, hogy 7% elkezdett Bibliát olvasni, 8% százalék százalék számolt be arról, hogy a családdal többet beszélgetnek szellemi kérdésekről, 5% kezdett el a Biblia proféciái után kutatni, és 2% még keresztény tanításokat is elkezdett hallgatni. Ezek a lenyűgöző adatok. Ha Isten ilyen hatékonysággal képes használni egy világjárványt, az egy csőd akkor a menny megbukott, Isten mondjon le, mert ez egy nagy nulla. Isten ezért öl meg tízezreket, ezért omlasztja össze a világot, hogy a járvány idejére 2% meghallgassa valamelyik hamis proféta a TV prédikátort. Még a koncepciózus kutatás eredménye is azt mutatja, hogy a 44% semmit nem ér, mert hiába gondolják ennyien, hogy Isten keze van a járványban, csak 7% veszi kezébe a Bibliát, 2% fordul kereszténynek mondott tanítások felé. Megtérő egy szál sem. A boldog híradás az evangéliumi pünkösdi karizmatikus mozgalom csődjét és a kereszténységtől való elszakadását bizonyítja. Milyen Istenben hisznek azok, akik Istennek tulajdonítják a vírust, aki ezzel az eszközzel akarja jobb belátásra bírni az embereket? A Biblia nem azt mondja, hogy az Istennek a jóság az, ami megtérése indít. Nem azt mondja, hogy az ige hirdetés bolondsága tartja meg a hívőt és nem a vírus. Nem azt mondja a Biblia, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Milyen hívők, akik szerint az Isten ereje nem a keresztről való beszéd, hanem a koronavírus. Üdvözlik a koronavírust, mint Isten figyelmeztetését, amely néhány ember kezébe Bibliát adott. Nyilván addig, amíg az élet veszélye fennáll. Ha vírus által szól Isten a világhoz, mi értelme volt Jézus Krisztusnak megszületnie, meghalnia, feltámadnia és megmentenie a világot? Elég lett volna fél évente egy vírus legyártani és ráereszteni az emberekre. Az sem zavarja ezeket az embereket, hogy ebben az esetben Kenneth Totpeland társai helytelenül teszik, ha megkötözik a vírust, és parancsolnak neki, mert akkor Istennel szállnak szembe, aki a vírust ráengedte az emberiségre. Akkor mi értelme úgy imádkozni, hogy Isten vessen véget neki, ez az egész hamis öröm megkérdőjelezi az Isten jóságát és kegyelmét. Ha Isten a fiát áldozta fel azért, hogy megmentse az embereket, olyan képzelheti bárki, hogy szándékosan elpusztítja őket, köztük válogatás nélkül hívőket és nem hívőket. Ábrahám azt mondta, amikor Isten el akarta pusztítani sodomát, hogy távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat gonoszszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz távol legyen tőled. A vagy az egész földbírája nem szolgáltatna égasságot, Isten nem pusztította el az igazat a hanem kivezette az ártatlanokat amit a pünkösdi karizmatikus mozgalom képzel Istenről, az ellentétes a Biblia Isten képével. Amikor azt mondták a tanítványok Jézusnak, hogy tüzet hozzanak el az égből, hogy elpusztítsa az engedetleneket, Jézus azt mondta, hogy az Istennek fia nem azért jött, hogy elpusztítsa az emberek lelkét, hanem azért, hogy megtartsa őket. A koronavírus esetében német Sándor csak terjesztette, de nem kérdette a hamis proféciákat, aminek okat, hogy láthatóan nagyon félt tőle. Elsők között vonult karanténba, s azt nyilatkozta, hogy segíteni kell az egészségügyi intézkedéseket. Ezt legalább józanul felfogta. De azért a Hit Rádió közölte az Isten figyelmeztetéséről szóló örömhírt, mert ha a német Sándor retteg is, azért a híveket továbbra is hülyíteni kell. Az evangéliumi karizmatikus pásztorok nagy része közveszélyt okozott a magatartásával. Babonás, hamis tanítók, a Bibliához nem értő hamis proféták uruzslása ez. És ezek az amerikai elnök tanácsadói. Egy másik esztelen ember azt mondta, hogy Trumpnak jogában áll egy másik ország vezetőjét meggyilkolni. Isten nevében erre fel is hatalmazta. Ezek az emberek uszítanak a melegek, az abortuszra kényszerülő anyák, az emberi jogok ellen Isten nevében. Ő adják az ideológiát a Biblia meghamisításával fasiszta diktátorok kezébe. Minden szavuk annyira igaz, amennyire a saját lábán is alig tudó Pat Robertson megállította a hurikánt. Öt halálos áldozata lett utána még a megállított hurikánnak, de az nem számít. Morva itt sem érdekli, hány halod van, a propaganda a fontos. Nem ismerik be, hogy ez az ima, amit Robertson eleresztett, nem bibliai, semmit nem ér. Ez nem hit. Ez akarnokság, ráolvasás, kevéség. Aki ilyet tesz, nem ismeri Istent. Isten nevét hiába veszi, hamisan használja. Ez istengyalázás. Ennél hasznosabb lenne, ha a károsultakon segítenének. Pat Robertson elintézte egy imával a dolgot, ahelyett, hogy a magánrepülőjével adományokat küldött volna a szerencsétleneknek. Ők a furikánnal izmoznak, miközben Isten segít a bajba jutottakon, velük van a szíve. De az erő és hatalom bűvöletében élő hamis proféták ebből semmit nem értenek. Nem értik, hogy mit jelentett, amikor Isten megjelent illésnek, de nem volt a szélben, amely megszaggatta a hegyeket és meghasogatta a kősziklákat. A szél után földindulás lett, de Isten nem volt a földindulásban sem. Majd a földindulás után tűz jött, de Isten nem volt a tűzben sem. A tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. Ez volt Isten. Így jelent meg. Egy finom személy, akit a fundamentalisták nem ismernek, solyannak képzelnek, mint amilyenek ők maguk. Akit Istennek hisznek, az kísérte tiesen hasonlít a sátánra.